elkészült a zöldséges spirál pite, Szabó Jutus gasztroblogger. Nagyon-nagyon jól néz ki. Ugye leveles tésztával indítottunk, ugye? Igen. És Luca nagyon ügyesen feltekerte a cukkinit, a sajtot és a répát, ugye? Nem is látszik, melyik volt ez, mert egy kicsit Én tudom sajt... egyébként, Igen? én tudom, én megfigyeltem, de ettől felül meg tudjuk kóstolni egyébként? Persze, vágom neki. Hány fokon készítettük? Nem árultad el az imént. Igen, 175 fokon sütöttem, egy negyed óra, attól függ, lehet 20 perc is, hogyha úgy alakul, adok nektek. És ez így mondjuk önmagában is megállja a helyét, ugye? Mert úgy látom, hogy van tészta, van zöldség, Szeretném van sajt. Szeretném megmutatni a kedves nézőknek, hogy Jucustól kaptam kóstolót. Jucustól. Vigyázzak a manáraidra. Igen, nem is tudom, hogy ez, nem tudom, később ugye a gangsterek lesznek nálunk vendégek, hát nem tudom, hogy ezt meg oda viszem a Zolinak, megkérdezem, hogy majd ő esetleg ezzel a tavaszi tekercsel egyébként mit tudott volna kezdeni ezzel a kóstolóval. Figyelj, nem, azt azért elmondhatjuk erről, hogy egyébként a tésztán kívül ez nem egy kalóriabomba, ugye? Nem. És én azt szeretem nagyon, mert a zöldség roppanós maradt, az a szétfőtt, és amit így az ember így ilyen rossz gondolatai vannak a zöldségről, a sajt viszont jó olvát lesz, és egy kicsi rozmaringgal már megbolintottam. Rozmaring, ez az egy fűszer volt, amit ugye használtál. Nagyon finom, kellemes, sót akkor nem is használtál? Ha elég sós a sajt, akkor nem muszáj. Tehát akkor az elég sósá teszi. Ízik neked, Luca? Igen. Ez egy tökéletes. És jó is laktál, legyen? Nem. Tényleg beszéltünk erről a jó alvás érdekében, Igen. hogy könnyű legyen ugye a vacsora. És ez szerintem abszolút. Igen. Jó, akkor azt, hogy majd a Jucus nem fél, az egyet elteszem vacsorára. Talán akkor, és holnap bejövök 10 kilóval könnyebben. Igen, hát nagyon-nagyon szépen köszönjük. Szerintem szenzációs lett az étel.